Na, akkor mindenkit szeretettel köszöntünk mai rendhagyó testületi ülésünkön. A nézőket is külön köszöntjük, és akkor neki is állnánk a munkának. Kiment a meghívóba a napi rendi pontok. Ugye ezekről kellene néhány szót váltanunk, és ha így megfelel, akkor én szavazásra bocsájtom, tehát el tudjuk fogadni ezt a négy napi rendi pontot. Akkor köszönöm. Akkor elsőként, ami fontos, a civil szervezetek pénzügyi beszámolója és támogatásával összefüggően a tevékenységről szóló beszámolók megtárgyalása. Nem is a megtárgyalása, nem pont itt a testületi ülés előtt beszélgettünk. Én tudomásom szerint mindenki beküldte már a beszámolóját. A tavalyi, ugye az arról szól a tavalyi éves támogatásuknak az elköltése és annak a beszámolóknak a átvizsgálása, hogy szabályosan költötték el. Akkor itt a szünetben arról beszéltünk azt, hogy akkor lemásolunk mindenkinek, és a legközelebbi testületülésen akkor kinek milyen véleménye lesz, akkor ezt tárgyalni fogjuk akkor konkrétumban, és lehet, hogy akkor már abba a testületülésen döntünk is már az idei évre, hogy ki kell írni, és akkor küldjék be az igényeiket. Tehát most a döntést nem kell hozni ebbe a napi rendi pontba, csak beszéltünk róla. Jó? Akkor a második napirendi pontunk, Siók Köz Kft. Továbbműködése és az új ügyvezető és új felügyelő bizottsági tagról kellene döntést, vagy beszélgetni róla. Ugye a Kökény András mivel lemondott a képviselői tisztségéről, így ugye felmerült, hanem ugye etikusan, meg szabályosan is a Siók Köz Kft., mint önkormányzati tulajdonú Kft.-ben betöltött felügyelői bizottság tagjaként is le kellene mondania, és oda egy új tagot kell választanunk, és ugye ez mellett pedig a mostani ügyvezető lemondott, ugye azt már előző testületén tárgyaltuk, és a felügyelőbizottságnak ezt a lemondást ugye el kell majd fogadni, és ajánlani kell valami megoldást a testület felé. Ennek a folyamatát akkor elkezdenénk, tehát ha így ütemben megyünk, akkor fel kell, akkor ha jól értelmezem, és szerintem így lesz, akkor a Kökény Andrást felhívjuk, hogy írásban mondja le erről a pozíciójáról a felügyelőbizottságba. Oda a felügyelőbizottságba, ha ő lemond, vagy így is úgy is kell új tagot, hogy három tag legyen a testületből. Erre most kellene egy jelölt, tehát jelenleg az Andráson kívül ugye a Szabolcs van benn, meg a Hári János képviselő, és ide harmadikként kell delegálnunk egy jelöltet, és akkor köszöntjük a Fekete Mihály nevű kollégánkat, és fölkértük azt, hogy itt egy kis szünetet tartva, hogy elvállalná a Siók Köz Kft. Felügyelőbizottságban megüresedett posztot. Ő igen mondott, itt tehát én szavazásra bocsájtanám azt, hogy szavazzuk meg, hogy egyetértünk-e a Mihály kinevezésével. Mi egyetértünk, így akkor köszönjük, hogy elfogadtad, és majd sok munkát nem kívánok hozzá, mert sok munka nincs vele, de legalább akkor felállt az új felügyelőbizottság. A hármas napi rendi pont, ismét a döntés a Siógárd jövője alapítvánnyal kapcsolatban. Ez itt Molnár Kata volt kollégina, sőt, vejtjük azt, hogy most is az, össze a munkájából kifolyólag, és ugye az életéből kifolyólag nem tud már időt szakítani erre az alapítványba való feladatokra. Így lemondott, ahogy helyette olyant kell választani, aki aktívan részt is tud venni az alapítvány munkájába. Ugye azt kell tudni, hogy mindenkinek tiszta legyen, hogy ez egy önkormányzati alapítvány,
nem önállóan működően van, mint más civil szervezetek. Így mi feladatunk itt a kuratóriumi tagot delegálni, vagy legalább mi elfogadni, hogy ki legyen helyette. Ő neki van egy jelöltje, és ha a jelöltje fenntartja, mert ugye ezt is még azért meg kell futtatni, hogy a jelölt továbbra is fenntartja, akkor tudnánk őt delegálni erre a pozícióra. Tehát abba döntünk, hogy akkor az ajánlott szemét megkeressük, és ha ő is vállalja, akkor mi is támogatnánk, mert mi már tudjuk a személy nevét is. Jó, így ez a három ilyen, mivel ma közmeghallgatás van, és úgyis összejövünk, ezért ezeket a pontokat azért megbeszéltük, hogy tudjunk tovább lépni benne. Egyebekben, ha van valakinek bármilyen kérdése, szokás szerint állunk rendelkezésre, ha tudunk. Ha nincs, akkor én most ezt a tényleg rendhagyó testületülést akkor le is zárnám, hiszen tényleg csak az időt kihasználva, hogy ha már itt vagyunk, legalább beszélgessünk róla, jó? Köszönök mindenkinek azt, hogy itt volt, és akkor rátérünk majd a közmeghallgatásra 6 órakor. Mindenkit sok szeretettel köszöntünk itt 2019-ben a közmeghallgatáson. Ugye, aki eljött, azt még különösebben sok szeretettel köszöntünk, hogy megtiszteltek bennünket. Ugye, akik meg a tévé előtt nézik, őket pedig így a tévé keresztül. A mai napnak legfontosabb apropója, ugye azon felül, hogy ugye akár kérdéseket is lehet majd feltenni napirendek után. Ugye első napirendi pont, ami kiment a HÉSZ módosítása, ez egy lakossági kérésre indult ez a módosítási kérelem. Erről majd, és köszönte akkor így egyben a Béres István építész urat, aki majd kifejti és elmondja, hogy miről is lenne itt szó, mibe kell döntenünk, vagy beszélni róla. A második napirendi pont az inkább ilyen általánosságban az elmúlt év értékelése és a jövő évi tervek ismertetése. Ugye ez végül is egy tág értelmezésben azért mondunk róla pár mondatot, ugye azzal legyünk tisztában azért, hogy októberig biztos a helyünk, tehát októberben választás, tehát ez a jövő évi, ez egy kicsit itt túlzásnak tűnik, de akkor az idei évről azért mondunk pár mondatot, és utána pedig a kérdéseknek vagy hozzászólásoknak átadjuk a helyet. Jó, a napi rendi javaslatot mi a testület ugye el tudjuk így fogadni, továbbra is ebben egyetértünk, és akkor neki is állnánk. Ugye az első ez az építési szabályzatnak a módosítása. Ez emlékeim szerint kiírtuk, hogy kinek van, vagy valamilyen igénye, ami a építési szabályzatot befolyásolja, vagy módosítaná. Jött be két kérés, abból az egyiket mi is úgy ítéltük azt, hogy az fontos. Ugye ennek van egy folyamata az építési szabályzat módosításának, és ez úgy került be a mai napi rendbe, ez egy kötelező pontja ennek a folyamatnak, és akkor az Istvánnak én átadom a szót, aki el is fogja mondani, hogy miért is kell most módosítani az építési szabályzatot. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, Béres István vagyok. A mai napon azért hívtuk meg Önöket, hogy itt a helyi építési szabályzatnak a módosítása kapcsán kötelező jelleggel a lakosságot is tájékoztatnunk kell a készülő rendezési terv módosításról. Ennek a rendezési tervnek módosításnak az államigazgatási véleményezése folyamatban van, tehát most az államigazgatási szervek előtt van ez az anyag is, amit Önök az interneten láthattak, illetve amiről most beszélni fogunk.
Itt egy lakossági kérés jött az önkormányzat részére, a Béri Balog Ádám utca, a Bercsény utca és a Kossuth Lajos utcák által határolt tömb, ez egy falusi lakó övezetbe van jelenleg besorolva. Ez a 2018-as rendezési terv felülvizsgálata során kapta ezt az övezeti besorolást. Ami a módosítás lényege, az az, hogy a falusi lakó 1-es övezetből ezt falusi lakó 2-es övezetbe sorolja át most az önkormányzat. Ami különbség van a két építési övezet között, hogy az 1-es övezetben 800 négyzetméter a legkisebb telekméret, amit ki lehet alakítani, a 2-es övezetben pedig 500 négyzetméter a legkisebb kialakítható telek nagyság. Tehát ez egy viszonylag egyszerű kis módosítás, többet nagyon magáról a módosítás tárgyáról nem is lehet elmondani. Tehát 800 négyzetméter helyett 500 négyzetméteres telkeket lehet majd kialakítani. A kialakult telkek nagysága is igényli azt, hogy csökkentsük ezt a méretet. És ha az állami igazgatási szervek véleményezték ezt a tervmódosítást, utána kerülhet sor a rendezési terv módosításának az elfogadására. Önöknek is van véleményezési joguk, a mai fórumot követő 8 napon belül élhetnek az észrevételeikkel. Azt kérjük önöktől, hogy amennyiben van észrevételük, akkor a partnerségi rendeletnek van egy melléklete, egy partneri adatlap, annak az adatlapnak a kitöltésével tehetik meg az észrevételeiket a következő 8 napban. Ha lezajlott az államigazgatási véleményezési eljárás, illetve az önök részére szánt 8 nap, utána a testület a beérkezett véleményeket megtárgyalja, és a megtárgyalását követően elfogadásra kerülhet a rendezési tervnek a módosítása. Nagy vonalakban ennyit lehet elmondani erről a módosításról, hogyha kérdésük van az eljárással kapcsolatban, akkor állok rendelkezésükre. Tehát az emberi lényege az, hogy ott vannak olyan telkek, ami ugye a mostani szabály szerint, ha 1600 négyzetméternél lehetne csak megosztani, és úgy lehetne csak építeni a területen, de ott van, aki szeretne építkezni, ráadásul fiatalok, tehát ott képzelik el a jövőjüket, és ez miatt támogatjuk mi is ezt a változtatást, mivel ha így most 500, akkor egy 1000 négyzetméternél már meg lehet osztani. Ez egy teleket érint, vagy területet érint, mert a többi szinte fizikailag lehetetlenség is a beépítés, és ugye a kérésüknek ugye helyt adott a testület, és azért indult el. Tehát ez a másik oldal, nem csak a szabályok léteznek, hanem ugye ez volt az építő vágya a rendelkezőknek a kérése. Jó? Tehát a kérdéseket, ami ezzel kapcsolatos, ha valakit bánni, tehát ez csak erre a területre vonatkozna egy átsorolása ennek a szabályzatba. Én a József Attila 10-ben lakom, a Nagyboltnak átfelemben, és az én házam a saroképület, és a telek is nyilván akkor úgy van, hogy a Rákóczi utca felől meg lehetne osztani egy másik telepre. Az egész telep az nem egész 1200 négyzetméter. Tehát ha megfeleznénk, mert úgy meg lehetne az épületek alapján, én ezt szeretném akkor majd elindítani, hogy esetleg. Itt van a levél, amit én kaptam valamikor rá választ is. Bejött ez az igényünk ebben. A másik kérés, ugye ezt könnyebben, az az igazság, hogy ott a lakóknak a nagy többsége, tehát amikor ez ki, hogy ugye ők nem szeretnék azt, hogyha ott akár több lakás is, vagy több házhely is kialakulna, és ezt vettük figyelembe olyan szempontból, hogy
ugye a többségnek a véleménye azért számít, és ott nem változtatnánk a nem csak az, hanem ott a környéken, ugye többen is mondták, hogy nem kell. Nem mi akartuk ezt így eldönteni. Ez egy másik helyzet. Tehát én azt mondom, hogy be lehet adni, csak ott azt a hátsó részt, ugye az a, hogy szomszéd nem szeretné. Ezt mi nem tudjuk el, ez nem önkormányzat, ez két embernek a saját magán dolga, hogy kiveszi meg egymástól a másikat. Ez az oka, tehát, hogy ott az nem. Én is úgy hallottam, hogy már meg se kell kérdezni a szomszédokat, ha valaki építeni szeretne. Mindjárt megmondják, mert itt vannak a jogi, van építési szakember. Ezt úgy olvastam, ha jól emlékszem. Lakóépület esetén már nem építési engedélyezési eljárásról beszélünk, hanem lakóingatlan egyszerű bejelentésének nevezik a mostani eljárást. Ez lényegében annyit akar, hogy ugyanúgy a terveket el kell készíteni, nincsen mögötte egy állami gazgatási építési engedélyezési eljárás. Tehát ha a tervek elkészültek, fel kell tölteni az elektronikus építési naplóba a terveket, és azt követően 8 nap múlva el lehet kezdeni építeni az épületet. Itt a kérdés az, hogy ott lenne egy telekmegosztás, ugyanez a probléma ugye fennáll, hogy ugye elaprózódna a terület, tehát ugye ez lenne az első, ami a másik építési kategóriába, vagy ebbe a kerületbe van bent, és akkor viszont ott beszűkülne, és ez az, ami úgy nem lenne szerencsés. Lehet fizikailag, meg is lehetne oldani, tehát itt kettő probléma, nem az, hogy a jelenlegi, hanem a jelenlegi helyet meg kellene nem osztani, én úgy, és akkor úgy szeretnék, hogy külön értékesíteni, vagy így azt a... De hát az meg olyan kicsi, hogy ugye befelé is nem egy nagy terület. Ha jól emlékszem erre a területre, akkor még ott egy olyan probléma is volt, hogy van egy melléképület is, talán az épület kettő. Igen, tehát arra is figyelni kell, amikor egy területet megosztanak, akkor ugye minden teleknek van egy építési helye. És az épületeket az építési helyen belül lehet elhelyezni. Na már most, amikor egy telekosztás történik, akkor azt is kell vizsgálni, hogy azok az épületek, amik akkor a telken fizikálisan ott vannak, akkor azok építési helyen belül találhatóak a megosztás követően. Különálló épületek. Azt én értem. Mondok egy példát. Tehát ott, ha jól emlékszem, akkor nagyjából a melléképületeknek a végénél kívánták volna megosztani. Nem, a két melléképület menne a megosztandó telekkel. Van a lakóház, tehát mögött a két melléképület, nem? Igen. Emlékeim szerint ott ilyen jellegű problémák is lettek volna, hogy az épületek építési helyen kívül estek volna. Tehát adott esetben azt csak úgy lehet megosztani. Egyrészt, hogyha a helyi építési szabályzat szerint a minimális teleknagyság megmarad a telekosztást követően is, illetve a telekosztást követően a meglévő épületek építési helyen belül maradnak. Tehát ugye itt az építési hely alatt azt értjük, hogy van egy elő oldal és hátsó kertje egy teleknek, illetve két oldal kertje, attól függően, hogy szabadon álló vagy oldalhatáron álló a beépítés. Értem, de ezek mind lebontandóak, tehát olyan az megint egy másik dolog, tehát a telekosztást előtt, tehát amíg megvannak fizikálisan az épületek, és az épületek miatt nem lehet megosztani a telket, mert adott esetben amiatt a telekosztás miatt építési helyen kívülre esnének azok az épületek, akkor nem lehet hozzájárulni a telekosztáshoz. Ha azok az épületek elbontásra kerülnek, és a hivatalos térképmásolatról leszüntetésre kerülnek, az megint egy más helyzet, mert akkor már nincsenek ott. Így most szóban ez egy kicsit lehet, hogy nem teljesen érthető, tehát le kellene rajzolnom, hogy
mégis miről beszélek. Az a térkép, amit én is láttam, térképmásolatok, az nem a valóságot tükrözi, mert az a két melléképület teljesen másként van építve, pedig az még az átkosban TS előtti időszakban épült, mind a kettő, és teljesen más formában van megépítve, mint ami a térképen van. Hát akkor az is egy újabb problémát vet fel, tehát akkor fel kell tüntetni helyesen az épületeket a térképen. Úgy van feltüntetve, hogy egyben van a gerinc. Nem, ez mindegyik különálló független épület, mind a kettő. Hát, ami a valóság és ami a térképen van, feltétlen fedi egymást, hát nem, viszont nem. Ami a térképen van, az alapján lehet elbírálni egy-egy ilyen kérelmet. Hát elég baj. A Tarlós Gabi kint volt, azt nekem elmagyarázta, megmutatta, a feltételeket is elmondta, hogy milyen esetben lehet ezt véghez vinni. Hát most akkor nem tudom, ki nekik. Ez minden esetben egy testületi döntés előzi meg, tehát ahhoz, hogy egy rendezési tervet módosítani lehessen, ahhoz kell egy testületi döntés. Ezt értem, persze. Eleve rossz ezek szerint a térkép, mint maga a valóság. Igen. Ugye ezt orvosolni kellene, ezt be kell menni a földhivat vagy valahová, fel kell méretni, végig kell járni az utat. Az csak annyi az, hogy legalizálja a mostani helyzetet. Utána azt, hogy ezt meg lehessen osztani, egyáltalán, ugye ezt le kellene dózerolni ezeket az épületeket, tehát ott vagy földé kellene te. Ugye ez nem tudom most a bontás, biztos, hogy van annak is egy szabálya. Utána, ez csak akkor érdemes ugye nekiállni, ha a megmaradó házhely az a kis udvarral, ami maradna, mert ugye csak annyi maradna, hogy egyáltalán... Nem úgy, igen, hogy az egyáltalán lehet, hogy azt nem is engedik, mert ott is meg kell maradni ugye az építési nagyságnak, ennek a 8 vagy mit tudom, hány négyzetméter, annak a... Jó kezdem mondani? Tehát azt is figyelem, ami marad, és utána még az, hogyha valaki akar oda, vett egy üres telket, egy földet, és ő akar építeni, annak is vannak ugye szabályai, ott elég vannak előírásai. 8-at építettem, ja. Úgyhogy nagyjából tisztában. Hanem majd aki megveszi, annak lenne gondja, de addig, hogy egyáltalán ez megosztásra kerüljön, nem valami hasonló lépéseket kell megtenni. Ez meg teljesen az önök döntése, hogy... marad 600 négyzetméteremen is rajta ház. Vagy rajt van, és annak is maradna 600. Hát csak a 600 az ott, ez 500 lesz. Most hallottuk, hogy 500-ra ez volt. Más, nem, az teljesen más terület. Másik rész. Igen. Teljesen más terület. Béri Balog. Levélben is ez van írva, hogy nagyságrendileg megfelelne, csak mit tudom én, egy-két szakszó van, amit én nem értettem meg. Az István, elmondja. Esetleg utána majd ebben nem húznám itt az időt. Ja, azért, hogyha, mert az István is a pont után föláll és elkezd kifelé menni, én ajánlanám, hogy el kell kapni ott az ajtóba, és ő elfogja szerintem, ami abban a levélben van az, hogy mi van odaírva, jó? Jó, köszönöm szépen. A másik, a visszatérve az eredeti, azzal, ha valakinek... Hát a laikusnak, ugye? Így van, ugyanúgy, mint mi is, tehát mi sem vagyunk építészek. Tehát, ha nincs, akkor ezt a napi rendet le is zárnánk, ebben nem kell határozat, hanem vagy itt a jelenlevők, ugye ezek szerint akkor 8 napig lehet írásban még hozzászólnia lenne valakinek. Akkor tovább lépnénk a kettes napirendi pontra, és az Istvánnak akkor köszönjük, hogy eljött. Jó, és most átadjuk azt, hogy ezeket a kérdéseket föltöltjük. Egy dologgal egészíteném még itt a mondandómat erre a 8 napra vonatkozóan. Tehát itt az önök véleményét kimondottan erre a módosításra várjuk. Tehát, hogyha egyéb észrevételük van, abban nem tudunk ebben az eljárásban most mit kezdeni, tehát csak azt várjuk, hogy erre a módosítási pontra, ha észrevételük van, akkor ezzel kapcsolatban tegyék meg az észrevételeiket.
Igen, végül is a mai napnak ez a tárgyalási pontja, és azt még hozzá kell azért azt, hogy ennek a folyamatnak is azért egy költsége van, én most több százezer forint, tehát maga a folyamat levezénylésének is, amit ugye a ott építkező, vagy leendő építkezők, ők vállalták, tehát ők ezt még plusz költségként magukra vállalták, hogy egyáltalán eljussunk ideig, hogy a módosításról beszélgessünk. Tehát bármilyen más módosításnak is, ugye ami a ész érinti, ennek van egy eljárási díj szerűséges költsége. Akkor folytatnánk, jó? A második napi rendi pont, ugye, amiről beszéltünk, hogy az elmúlt év, vegyük ezt az idei évet, tehát néhány szóban összefoglalva, ugye a tavalyi évünk, a 2018, mivel már vége felé és már lezárásnál tartunk, azt kell mondani, hogy az önkormányzat szempontjából, tehát egy nagyon kiemelkedő, ugyanúgy akár költségvetésileg is egy jó évet zártunk. Egy megnyugtató, előremutató eredménye, ugye a tavalyi évek beruházásairól, én most nem részletezem, hát már mindenki látta, tehát, hogy miket csináltunk a tavalyi évben. Valamit elkezdtünk akkor, áthúzódik az idei évben is, és látjuk azt, hogy ugye más nem tudunk tenni, vagy mint azt, hogy pályázunk, és folyamatosan pályázunk, mert az az egy, ami a fejlődést tudja biztosítani. A saját költségvetésünk, meg kell mondani, hogy libikókázik, az az 1-2 millió forint, ami benne van itt pluszba, de ugye ez mindig el szoktam mondani, ez olyan összeg, hogy egy belvíz védelem az mondjuk 400 ezer forint. Tehát ha most lesz belvíz, akkor 400 biztos, hogy el fog ugrani. Már ahogy látom, a síót elég magasan tartják, tehát nem értem miért, de bármi, ha beesik az eső, valamelyik tetőhöz hozzá kell nyúlni, mint tavaly is, vagy tavaly előtt is, az is 500 000 alatt nem állunk. Egy javítás, nem a megcsinálása, mert az inkább már 10 milliós nagyság, arra szinte, ha nincs pályázat, akkor lehetetlenségek. Tehát a nagyobb beruházásokra pályázni kell, ez több forrásban is megoldható. Ugye a kisebbekre, arra meg annyi az anyagi kerete, vagy a költségvetésnek annyi a tartaléka, hogyha netalántán bármilyen ilyen adhok esemény bejön, azt tudjuk rendezni. Hál' Istennek nem kell azon gondolkodni, mert ez azért biztonságot nyújt, hogy nehogy véletlen, tehát nem kell azon izgulni, hogy nehogy véletlenül bejöjjön, hanem azért megnyugtatóan ott van a kasszába, és ha történik. Ha nem történik, akkor ugye év végén megmarad, de mindig szokott történni, mindig valami. Tehát az igazat megvalva. A maga az, hogy vannak ugye a beruházások, mint ilyen anyagi része, azok folynak. Idén is több pályázatunk bent van, több pályázat már jó irányba haladt, tehát már hiánypótlásokon túlmentünk, tehát még mindig versenyben vagyunk, és várjuk majd a végeredményt az eldöntésébe. Ugye vannak, amiket folyamatosan adunk be, azt nem mondanám, hogy nap mint nap, de ahogy megjelennek, megpróbálunk minden pályázatra rámenni, ez akár lehet beruházás, vagy programok, vagy bármilyen fajta, ami az önkormányzatot érinti, és ezen felül még azt kell mondani, hogy ugye, amit még így érdekelheti a lakosokat, mert ugye mindenki szereti a tévét nézni, híradó hírek, stb. És ugye megjelentek a nagy csoda szavak, hogy Magyar Falu Program például, amiről mindenki hallott. Ugye mindenki optimistán hallgatja, és próbálja, hogy mégis miről beszélnek. Az nem egy csoda fegyver, tehát azoknak is megvannak a kiírt, lefixált lehetőségei, tehát az, amilyen,
6-7 lehetőség lesz, tehát közösségi tér, temető, törő, megvan ugye az idei évre. Úgy lett volna, hogy elindul hétfőn, most tolták megint egy hónapot, meglátjuk, hogy mi van benne. Ugye ezt azt kell tudni, hogy az 5000 lakos alatti településekről szól a Magyar Falu Program. Annak egy jó részét ugye mindjárt, hogy ugye ez a falusi csók, amiről beszélnek, ami a júniusban fog életbe lépni, ennek egy részét oda, az fog elvinni. Tehát ami marad, arra fog ez a 2400 település versenybe szállni, hogy finoman fejezzem ki magunkat, és ugye egy ilyen keret, mert ezek keret összegek vannak egy ilyen pályázatban, mondjuk olyan, nem tudom, valamelyiknél biztos, hogy lesz 200 nyertes, 300 nyertes, de az látszik a 2400 és a nyertesek, hogy mindenki nem fog nyerni, tehát bizakodunk, és meglátjuk, hogy ebből is mivel tudunk majd a településünkön fejleszteni, de hát ez majd még a jövő zenéje, mert ugye azt se lehetne mondani, hogy elindult, mert majd áprilisban nyitják újra. Tehát a kezdeti nehézségek ott is megvoltak. Ugye ami olyan nagyobb, nagyszabásúnak mondanám, és talán érdeklődésre tart számon, az, amit én azt mondanám, egy a szennyvíztelep, hogy arra szerintem rövid időn belül kapunk választ, jó, és jó felé haladunk, az egy nagy megoldása lenne, tehát hosszú távra is a szennyvíz kérdésünk, tehát a bővítése pontosabban, meg nem is bővítése, úgy mondjuk inkább, hogy megduplázása a mostani helyzetnek, az, ami mostani lakosság számot, meg a házhely számot azt le tudná kezelni. Ugye van optimistán, van bent két pályázatunk, itt most adtunk be az ivóvíz hálózatra, ami megint azt kell mondani, hogy fontos, tehát a régi vezetékek cseréje egy a Rákóczi utca, Kossuth utca szakaszon. Ugye a másik az inkább a technikai oldala, tehát a szivattyúk meg ilyeneknek a cseréje. Azt, mint emberek, inkább csak abból, hogy maximum nem dugul el, és nem folyik ki a végeredmény senkinél, és ugye idejében meg fogják csinálni ezt a SIO projektet, amiről több éve beszélgetünk már. Hát ugye már kivitelező kiválasztásánál tartanak. Ennek a vége, tehát ami minket érint ebből, ugye egy kikötő, akkor a vízügyháznál ott lesz egy ilyen fogadó, tehát vagy ők ott kialakítanak, és ugye ami a legfontosabb, az a bicikliút, ami számunkra inkább az, ami kézzel fogható, ami összefogja, akkor így már kötni Szekszárdot Csillagárddal. Ugye ez elmegy a harc itt a dombok alatt egészen harci, tehát ennek a befejezése, azt ígérték, az idejévő ősszel az, ami várható. Tehát a óvodát látjuk, hogy épül, lassan befejezik, 2-3 hét még hátra van, szép lesz. Itt a belső részen lesznek felújítások, tehát ez a templomkert, játszótér rész, iskolaudvar, ez van képben, az, hogy várjuk ezeknek is a pozitív elbírálását. És ugye még megvárjuk, mert ugye lassan véget ér, azt kell tudni, hogy így, hogy 2020-2020-as uniós időszakok vannak, majd utána jön 2020 után jön az újabb, amikor majd ezek a most már kívülülő kasszák újra feltöltődnek, és majd újra lehet szabadabban gondolkodni a pályázatok okán, de ilyenkor azért sokan vagy nem lépnek benne, vagy kicsúsznak, mert azért hallunk mi is olyanokat, tehát 100%, tehát amiben egy fillér idézőjelben nem kerülne az önkormányzat, de ugye az eljárási törvények, módosulások, alapanyag emelkedések, és van, aki visszaadja akkor is a pályázatot, mert
addigra elhúzódott, hogy már értelmetlennek tartja. Tehát, de ezek ugye visszakerülnek a közös kalapba, és ezt ugye mire 2020-ig el kell, erre még azért elég nagy esély, ahogy a 14 után is, vagy abban az időszakban is volt, hogy az újraosztásra került, tehát lehet, hogy lesznek írva új lehetőségek. Ugye ezt csak azt kell venni, ami az önkormányzatoknak, én csak arról beszélek, tehát se nem a vállalkozói pályázatokról beszélgetek ilyenkor, meg nem is a civil pályázatokról, mert az teljesen más kalapból. Mi az önkormányzatiba tudunk részt venni, és onnan is meg előfordulhat, hogy talán meglepetésre írnak olyat, ami olyat ki, amit talán el is nyerünk, de bele tudjuk a saját arculatunkba tenni. Ami még nagy feladatunk, ugye az egyértelműen szerintem, vagy így, és a tájháznak a kérdését meg kell, most már legalább tudjuk, hogy mifelé, milyen engedélyek kellenek, ahol megint csak röpködnek a félmilliók, tehát a szakemberi vélemények, meg így, tehát hát ez ezzel jár, hogy egyáltalán pályázhassunk, de azt én úgy látom, azt mind előbb-utóbb meg kell oldanunk, ugye a másik meg szívfájdalmunk, tehát így akár azt mondhatnánk így közösen is, ugye a templomnak a felújítása, ami várat magára, és az az igazság, egy a sarokpontja ennek, hogy ugye az egyháznak támogatása kell hozzá. Mi nem tudjuk, segíteni tudnánk a pályázatba, vagy így, hogy abba, de ő nekik kellene, és ott valahol elakad. Most pont tegnap is beszélgettünk erről a problémáról, és most én így gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy előbb-utóbb az lesz, hogy elmegyünk, és akkor megkérdezzük, hogy mi ez a nagy akadályoztatás, hogy miért nem lehet Siolgárdon egy templomhoz felújításgyanánt hozzányúlni, de majd meglátjuk. Ugye az utak, járdák, ugye mind a kettőbe elindultunk, a járdákba egy pályázatnál egy darabig sikerült eljutni, ezt majd folytatni kell. Az út felújítás, ugye, ha úgy veszük, a közút addig megcsinálta a híddal együtt, ameddig a kanyarig, és már ígéretet tettek, hogy ugye a közút része idáig a kultúrház sarkáig tart, hogy ezt meg fogják csinálni. Én szerintem meg is voltál, most én ezzel nem is annyira izgulok, mert tényleg úgy ígérték, hogy átcsoportosítanak, aztán akkor már legyen teljes az útfelújítás. Dózsa utcáról beszéltünk, de az nyáron, tehát az teljes komplett felújítás kap a Dózsa utca egész hosszába. Az ilyen júliusban lesz a munkálatok ott. Ugye szándékunkban, ebben a Magyar Falu programban lehetőség van utakra is, már erre szerintem majdnem minden önkormányzat fog indulni, hogy a belterületi útjait valamilyen szinten felújítsa. Ott a Petőfi ugye az, ami még nagyon fontos lenne hozzányúlni, és az már fel lett méretve, az ilyen 15 körüli összeg, és 30 milliós a keret a pályázatnak. A maradék 15-öt meg maximum a kis utcák, tehát a Baros, Bercsényi, Bezerédi, ezekre. Ugye úgy vesszük, akkor a többi az a közúté, Rákóczi, meg ki lett számolva, és olyan vastag, ugye egy vastag utcáról vastag, nem széles, mert ugye ne szakszavakkal ne dobálozzunk úgy, széles utca, és az rengetegbe kerülne. Tehát most az ilyen 40 fölött, tehát meg a keret se lenne elég, amire lehet pályázni, tehát az majd egy másik forrásból. Ugye a paksi forrás, ami tavaly, vagy egy körön vagyunk még azt sem mondanám, hogy vagyunk keresztül, mert a temető az, ami úgy szinte kész, és ugye folynak itt a kultúrudvarában a munkálatok. Ez az első, amikor már részesülhettünk ebből, és ez ugye évről évre meglesznek ezek a lehetőségek, ez meg,
ez meg majd meglátjuk. Tehát ez egy kicsit rugalmasabb pályázati lehetőség. Én azt mondanám, hogy így foglalnám össze. Amit még hát látjuk, az, hogy itt a Kerek Kultúrháznál, és hogy van annyi anyagi hátterünk, hogy ne izguljunk, de nagyon nem tudunk nagyokat álmodni és megcsinálni. Egy biztos az, hogy tavaly, még ezt el akarom mondani, hogy tavaly saját költségvetésünkből úgy döntöttünk, nem is a sajátunkból, Sióközi költségvetéséből, mert ott egy kicsi feltőkésítés volt, hogy a Zrínyi utcának a patkázását és a Jókainak azt, hogy megcsináljuk, ez egy ilyen 1,5 milliós összeg, és én szerintem mindenki nevében tudok beszélni, mert ugye ezt eldöntöttük, és ezt meg erre fordítani is kell az idei költségvetésről, van rá fedezet is, tehát akkor nem onnan, hanem akkor már az idei költségvetésről, de azt meg kell csinálni, mert az, ahogy ki is mondtuk, nagyon mindenki örült neki, tehát az a kötelességünk, hogy csináljuk meg. Tehát, ha van ezzel kapcsolatban, vagy bármivel ilyen, bármi ami ezzel napirendre, akkor nyugodtan válaszolok. Lehet, nem mondtam mindent, nem is akartam, mert ami evidens, az szerintem mindenki tud róla, kétszer kár beszélni róla. Nyugodtan kérdezzetek onnan, parancsolj. Tisztelt polgármester úr, én kórházban voltam, és egy vezetőbeosztású személy lehetett, és azt kérdezte, hogy magára elkészítem a bekötő út. Mondom, elkészít, mondom, nagyon szép, nagyon jó, mondom, olyan sima, mondom, példaértékű. Azt mondja, hogy csak a falu végéig csinálták meg. Hát mondom, addig a rúgra a falu vége, aztán utána már nem vagyunk a faluban. Azt mondja, bár nem addig kellett volna. Na, én nem tudtam, hogy miért is mondja, és itt az előbb említetted, hogy a kultúrházig pótolják meg ezeket a dolgokat. Igen, már ugye itt van a közönnek. Igen, most már utána rájöttem én is, hogy miért van ez. Egy másik dolgot azért még szeretnék elmondani. Szóval bírálni, kritizálni könnyű. Én amikor neked mondtam, emlékszel rá, hogy az Rényi utca falu végén ott van egy gödör, az eléggé iszapos, nagy gépek járnak arra, és mondtak, hogy azt meg tudjuk, sikerült megoldani. Tehát valahogy úgy kellene fölfogni ezeket, hogy nem csak, hogy miért nincs, hanem tudtára adni. És kérni, és a kérés teljesít. Ez így van. Említett egy másik dolgot is akkor neked, hogy a Zrínyi utca és a Rákóczi utca kereszteződésénél, ott a Péter körözt, nem most így mondom, ott van egy szakadék. A betonjárda és az árok között van egy méteres árok, nincs 30 centi. És mondtad, hogy valóban a nagyboltnál, hogy milyen jól megoldotta az önkormányzat, hogy nincs félrelépés, nincs beledelés. Itt viszont sajnos, ez még nem oldódott meg. Ez még várok magára. Várom. Várom, mert mondhatnám azt, hogy tél volt, meg kitalálhatni sok mindent. Jó, tehát, most én nem... De most elraktam és igen, mert erről beszéltünk, igen. Tehát várom, és most megfogadom, mert csinálunk olyan korlátot, mert kinézetre és megfelelő. Szóval ott a kereszt... Tudom, így most már eszembe jutott, hogy... Rozmarinkokon még az is behajol, meg akkor még leszükül a járda is, és mondtam, nincs 30 centi a betonjárda és a 1 méteres jó. Az első, hadd mondjak egyet, amit mondtál az előbb, és ez így megütött. Nem megütött, hanem pont, amit kimondták, különben ennyi, hogy... Nem vagyunk gondolatolvasók, tehát vagy én sem, én meg főleg nem is szeretnék ilyen gondolatai. Ha hozzánk fordulnak, hogy nagyon nem mondtunk sok mindenre, maximum azt, hogy lehetetlen. Tehát arra azt kell mondani, hogy tudunk, hogy úgyse fogunk megoldani.
azt ki kell mondani, de ami ilyen dolgok, meg amivel tudunk, hát megpróbál, hát azért ülünk itt, tehát, vagy meg azért is működik az önkormányzat, mert ezek ilyen nem újék. Tehát... Rengeteg dolog ez. Így van. Most ezt a korlátot tél volt. Azért nem készült még el. Tehát, de itt a jó idő, most megcsináljuk. Bárki, bármivel kapcsolatban. Miska bátyám. Nagyon szép dolgokat hallottunk itt, és ezek a szép dolgok valóságosak. Ha Agárdon végigmegyünk az utcán, látjuk, hogy annyi autó van már, mint Szekszárdon. Ha megnézzük a falu infrastruktúráját, akkor Szekszárd nem vetekedhet vele, mert ott még mindig van földesút. Szóval rengeteg ember jön ide lakni, jó itt lakni, az emberek jól érzik magukat. Itt most azt hallottuk, hogy út, hogy járda, hogy óvoda épül, ezek mind gyönyörű dolgok. De úgy látom, hogy a falu vezetése a faluban lakó emberekkel nem foglalkozik. Tehát az élet nem csak épület, nem csak út, hanem az emberekkel is kellene foglalkozni. A falunak hihetetlen nagy értékei vannak, amit a múltból megörököltünk, ezzel nem foglalkozik hivatalosan senki. Kérdezem én, ha megépül itt a bicikliút, és megállnak az emberek, mit mutatunk nekik? Ugye tüledezik a tájházunk, van itt egy hagyományok háza, ami gyakorlatilag nem él, van egyedül a Lányvári Népviseleti Múzeum, ami mutatható és igényes és nagyon szép. Ezt mondom azért is, mert nem tudom, hogy gondolt-e a képviselőtestület arra, hogy a régi agárdiak meghalnak, ugye, kiveszünk, de rengeteg fiatalember költözött a faluba. Ezek között nagyon sok magasan, diplomásan végzett ember van, jó szakemberek, fiatalok, lendületesek. Ki szólítja meg őket? Nincs a falunak értelmisége. Az embereknek nincsen közélet a faluba, amit remekül bizonyít ez a jelen összejövetel is, mert ha jól megszámoljuk magunkat, akkor az asztalnak azon az oldalán nincsenek többen, mint ezen az oldalon. Szóval valamit az emberekkel kellene többet foglalkozni. A régi nagy rendezvényeink elsikkadtak. A halfőző rengeteget veszített az értékéből. Az arató hová lett? Elkopott. A születi mulatság mi lett? És nem csak azért, mert szétverte az eső, hanem koncepció nélküli. Szóval kellene foglalkozni az emberekkel. A falu értékeit nem műveli senki. Nincsen értéktárbizottság, nincsen közművelődési bizottság. Én sokfelé forgok az országba, kisfalvakba. Egészen más a légkör a falvakba, mint itt most Agárdon. Szóval gondolni kellene egy kicsit az emberekre. István. A Miska bácsi szavai inspiráltak engem arra, hogy most a véleményemet elmondjam, és egyetértve azzal, amit ő itt elővezetett. Hogy nem most találom ki, mert feljegyeztem magamnak, hogy mit tartott fontosnak, de először még annyit a polgármester úr által elmondottakhoz szeretnék hozzáfűzni, hogy higgyék el, hogy rengeteget vitatkozunk, rengeteget gondolkodunk, ütköztetjük a véleményeinket testületi üléseken, és így alakul ki egy olyan fajta konszenzus, ami alapján eldöntjük, hogy mi volna célszerű, egyeztetve, meghallva az emberek hangját, hogy mit kérnek ők, lásd nagyboltnak a korlátjának a megoldása, a Sióhídnak a kérdése, de azért azt tudni kell mindenkinek, hogy a településnek a pénz az véges. Tehát én a múltkor nem véletlenül mondtam el testületi ülésen azt, hogy
hogy azért itt nehogy azt gondolják, hogy itt tejből vagy kolbászból van a kerítés, mert a pénzünk tulajdonképpen annyira elég, az állami pénzünk, hogy a kötelező feladatokat finanszírozzuk. Itt vagy takarékosan gazdálkodunk, és megpróbálunk ügyesen pályázni, mert akkor lesznek fejlesztési forrásaink. Tehát az, ami itt elhangzik, sokszor optimista, hogy van pénz annyi, de ez nem így van. Tehát nagyon, az önkormányzatoknak alig van pénze. Ekkora településnek, mint Siógágyban, ahol nincsenek nagy iparűzési adók, meg egyéb adóbevételek, majdnem lehetetlen lenne egy lépéssel is előrébb jutni. Hogy én mit gondolom, és több alkalommal előtt a polgármester is utalt a Magyar Falu Programra, hogy tulajdonképpen mi lenne a Magyar Falu Programnak a célja. A célja az lenne, hogy a népességet megtartsuk, hogy minél több fiatal ide települjen, hogy itt maradjon, a vidék a népesség tartó megerejét növelje. Na most, hogy erre mennyiben alkalmas a Modern Falvak programja, az ki fog derülni, mert most már körülbelül 30 féle verziót hallottunk, hogy mennyi lesz, meg mindenkinek lesz, meg most minden ilyen 2000 fő település nagyságrendű körség, tehát 5000 fő alattig majd különböző dolgokra pályázhatnak, de véglegesen semmit nem ismerünk. Tehát amikor megpróbálják számon kérni teljes joggal az itt élő emberek, hogy na hát akkor mit csinál, nem tudunk mit mondani. Mert ez a szintiszta igazság, hogy a mai napi, ugye a televíziójában elhangzik, hogy Modern Falvak programja, meg a politikusok ott elmondják, hogy milyen jó lesz ez. Ugyanakkor mivel szembesülünk mi Siógágyban? És ezt elmondtam múltkor megyei agrárkamarai ülésen voltam, hogy Siógágyban azzal kell szembesülni az embereknek, hogyha igazából meg akarjuk tartani a lakosságot, a népességet, hogy elsősorban munkahelyeket kellene teremteni. Nem Siógágyban, mert mi abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Szekszárd, de amikor úgy ámblokk a vidékről beszélünk, erről a 3200 településről, ami Magyarországon van, és hát sajnos ismerjük, hogy milyen leszakadt szegény sorba élő települések vannak meg, és kételek ott élni emberek, akkor erre mindenképpen a politikának fel kell hívni a figyelmet, hogy a vidék népesség megtartó erejéhez az kell, hogy legyen munkahely, legyen pénzkereset, hogy az emberek meg tudjanak élni. Ez lenne az első. Mivel szembesülünk Siógágyban most? Azzal szembesülünk, hogy rövid időn belül, most ezt lehet, hogy prejudikálom, hogy be fog zárni a Siógágyban a takarékszövetkezet. Az a takarékszövetkezet, amely egyébként, nem tudom, 40 éves szegény Gucé Jani bácsi, amíg élt, vagy a Fejős Jani bácsi, aki ugye ennek a bölcsőjénél ott bábáskodott, több évtizedre, úgy mondom, mert pontosan nem tudom, itt működött Siógágyban, ami egyébként a vidék bankja szerepét betöltötte, mert ha bementünk a takarékba, a takarékszövetkezeti ügyintéző, meg a vezetője tudta azt, hogy na ez a pali, ez hitelképes, ennek adunk hitelt. És nem dölt be a takarékszövetkezet Siógágyban, sőt, ha jól emlékszem, a legutóbbi mérleg fő összege, az, vagy a takarékszövetkezet forgalom betéti oldalon több 100 millió forint volt Siógágyban. Gondolkodtunk azon, hogy mi lesz akkor, hogyha bezár, hogy legalább egy ATM pénzkiadó automata kerüljön kihelyezésre. A mai napig nem tudjuk megoldani, meg időnként olyan feltételeket közölnek az önkormányzattal, hogy hát bizony nagyon nehéz lenne teljesíteni. A másik dolog. Agrárkamara. Agrárkamaránál ugyanez történik, hogy kijön a falugazdász, és akkor szerdán, mit tudom én, 8-tól délig itt van, aztán csókolom. És akkor elmondom agrárkamarai ülésen, hogy nem szűkíteni kéne, hát bővíteni kéne. Jaj, mondja a falugazdász, hogy bármikor bejöhetnek István, jöjjenek be hozzám, nagyon szívesen segítek, mert nem a falugazdász a probléma ebbe az egészbe, hanem valami más a struktúra, a rendszer, ott van valami irgalmatlan kátyvasz, ami ilyen helyzeteket tud előidézni. Mert hát hogy menjen be az a 70 éves ember, akinek se autója, se pénze, se tehetsége nincs arra, hogy beutazzon, hogy az ügyeit tehetjük. Hát ide kéne jönni helyben. Hát akkor marad itt az ember, meg akkor gazdálkodik, meg próbálja a dolgait rendezni, ha itt van. Mondhatják a 80 éves emberek, mert lassan én is oda jutok, hogy ügyfél kapu, meg mit tudom, és akkor már azt se tudom, hogy mit kéne nyitnom, meg jelszó, meg... Tehát ha ezeken nem tudunk változtatni, akkor itt a vidéknek nem, hogy nőni fog a népessége, hanem csökkenni fog. És a következő nagy kérdés, amit ide feljegyeztem magamnak, és amiről mindenképpen kéne beszélnem,
hogy azon gondolkodtam, most itt a közmeghallgatás előtt is, hogy, hogy vizsgáljuk-e mi azt, hogy, hogy ennek a falunak a kohéziója, ami összekovácsolja ezt a közösséget, az vajon nőtt, vagy nem nőtt, vagy stagnált? Ha igen, akkor miért nem nőtt? Nem azért nem nőtt, mert a képviselő testület nem dolgozik, meg nem jót akar, meg nem csinál beruházásokat, meg egyet, hanem mert a politika rányomja mindenre, a mi munkánkra is, a mi településünkre is, azt a nem kívánatos hatását, amit egyébként ráterelnek. Hát gondolják el, és ezt nem panaszként mondom, a múltkor megállok, beszélgetek egy nővel, és akkor mondja, egy értelmiségről volt szó, pár mondatban hadd utaljak rá. Mondja, hogy őnek mik a gondjai, meg én meg, és mondom neki, hogy én viszont másképp látom ezt az egész problémát. Na, látom már téged is megfertőzött a Gyurcsány. Na hát itt kikérem magamnak. Ekte jobboldali, a politikai életbe bellévőként is abszolút jobboldali voltam, soha nem voltak baloldali elhajlásaim. És Siagárdon is ismerek. De oda jutottunk sajnos, hogy Siagárdon is. Ez a légkör. Hogy vannak, akiket szeretünk, meg vannak, akiket gyűlölünk. Én őnek is csak azt tudtam mondani, hogy időnként meg kéne hallgatnotok a főnökötöknek a mondandóját, hogy mit mond a Ferenc pápa egyébként. Hogy tolerancia, hogy befogadni, hogy segíteni az elesetteken meg egyedül. És ez a normális dolog. Vagy mit mond a másik megyés püspök, abszolút összecseng a Ferenc pápa dolga. Jó, de akkor meg mit mond a politika? Hogy a migráns, meg a menekült, meg egyéb. Tehát oda jutunk, hogy mi bármit megpróbálunk, a politika megvérgez mindent. Tehát képtelenek vagyunk előrébb jutni, és amiről a Miska bácsi szólt, azok a dolgok nagyon-nagyon fontosak lennének itt a település, meg mindenféle közösség életében. Mert a hagyományok, a kultúra, a szokások, az identitás, a lokálpatriotizmus azt tartott össze egy közösséget évszázadokon keresztül. Még egy olyan zárt települést is, mint Siagárd, erről az idősebbek többet tudnának mondani, de összetartotta, mert úgy gondolkodtak az emberek. Ma meg mi történik? És bármit csinálunk, ezt a közhangulatot teljesen eluralkodja és megmétejezi az, ami a sajtóból az emberek fele árad, és csak kapkodják a fejüket, hogy akkor most vajon mi is az igazság. És ezt egy óriási nagy problémának tartom, és ezen nem, hogy ezt a megosztottságot, ezt a szétszakítottságot, amikor baráti társaságokba szétbomlanak azzal, hogy összevesztek, hogy én ilyen vagyok, meg amolyan vagyok, hát nem erről kellene szólni itt a településnek az életének. És ez mondjuk, és ne haragudjanak meg, hogy így kifakadtam magamból, de ezt el kellett mondani. Mert lehet itt új híd, új valami, ha ezek az emocionális dolgok nem rendeződnek, akkor itt megette a fene. Akkor itt nem lesz népesség gyarapodás, nem lesz normális élet. Annak ellenére, hogy mi arra törekszünk, hogy ez így legyen, és azok a beruházások, amikről itt szó volt, azok meg folytatódjanak és megvalósuljanak. Köszönöm szépen! Szívesen. Csak egy szót kiegészítésben. A közösségfejlesztés és a közművelődés nagyon sok vonatkozásban nem pénzkérdés. Így van, de. Ez bárki, és akkor akarok válaszolni, nem válaszolok. Tehát annyi az, hogy ugye úgy döntöttünk 2014 után, az, hogy a civil szervezeteket támogatjuk 3 millió forint értékben minden évben. Ez azt jelenti, egy szexár nagyságrendnél ez 100 millió lenne. Mi a 35-ször akkora. Nálunk ilyen nagyságrendben, és hál' Istennek sok a civil szervezetünk, van hagyományőrző, gondolom azzal foglalkoznak, vannak horgászok, vannak focisták, van sokféle, akik pályáznak. Ugye az utolsó évben meg ebbe is vannak olyan civil, például hagyományőrző egyesület, akinek ezen felül még külön pályáztunk, és adunk még pénzt, közel akár 1 milliót is kapnak, majdnem évente. Ezen felül felvehetünk, tehát ahogy az előbb is számolt, tehát egyszerű matek,
Mi úgy döntöttük, hogy inkább a civilek döntsék el, azok, akik úgy gondolják, hogy ezt fontosnak tartják, és támogatjuk a működésüket nem kevés pénzzel. Tehát ott kell, ha nem működik, akkor nem kell. Vagy ezek szerint úgy gondolják, hogy nem kell odaadni, hanem vegye vissza ezt az önkormányzat, mert ugye ez a 3 millió ennyi, a minimum annyi az, hogy ide fölvegyünk egy, aki csak ezzel foglalkozik 8 órában, mert ugye járulék, stb. Minimálbérről beszélgetek, tehát egy 110-valahány ezres nettó fizetésről. Ha azért szakembert kapunk, aki itt nekünk megoldja ezeket, akkor én elcsodálkozni. Ez az egyik. Tehát minimum 3 millió, tehát ez a járulékok annyi egy minimálbérnek az éves költségvetése. Tehát csakkozzunk. Vegyük el a tartalékot. Nem baj, ha jön az ár, majd lesz valami. Legalább jót mulatunk, aztán lesz valami. Mert nem kell arra. Vagy pedig tartsuk meg, hogyha jön az ár, vagy beesik az eső a tetőn, akkor viszont el kell venni valahonnan. Mert nincsen aranyat termőfa Siolgárdon. Tehát akkor a civilektől kell visszavenni, hogy figyeljetek, bocs, inkább tartunk egy embert, foglalkoztatunk, és majd kitalálja biztos, hogy a tutit, de nektek egy filléretek se lesz, tehát innentől nem kell nagyon gondolkodni a saját programokon, vagy bármiát. Itt rengeteg, nagyon nagy lett most a civil élet az és Siolgárdon. Tehát minden napra jut minden, nem, tehát hál' Istennek ez is az egyik cél. A tájház kérdése, ugye, ami fölmerült, hogy az nem most esett célja, pont ezért is beszéltem, hogy ez az egy bonyolult feladat. Pályázni nem nagyon írnak ki a tájházra, kiírják 50%-os önrészre. Tehát ott egy olyan 10 millió körüli minimum beruházás kellene, hogy azt valahogy kipofozni. Nem most romlott el ebbe az egy évbe, de ahhoz... De én úgy tudom, hogy több évvel ezelőtt volt egyébként ilyenekre pont pályázat, igen magas támogatottsággal, csak valamilyen csillagát elhúzta. Erre a népművészet az 14. Az első etap a 2007-től 2014-es időszakban az EUP vagy az EU fejlődés, ezek az alapvet ott voltak irány. Most nincsenek erre, vannak egy-kettő pont a tájházra van, 50% az önrész. 10 milliónál 5 millió. Most ahogy az előbb beszéltünk, hogy mennyi pénz van a zsebünkben, mondjuk már meg, hogy 2 milliót az emeljük meg az adókat? Mert valahonnan akkor be kell szedni, és akkor csinálni. Tehát ez nem olyan gyenge játék, hogy csak ülünk, és akkor elmondjuk, hogy ez ennyi a keret. Ebből kell kijönni. Ha valahová adunk, egyszerű a történet, valahonnan el kell venni, mint otthon a kasszába. Tehát nem jön a nagyi, meg a anyunak telefonálok, hogy küldjél pénzt. Ilyen nincsen. Annyi van, amennyi ott van a számlánkban. Ezt osztogatjuk jobbra-balra. Tehát nem egyszerű a történet, és én azt mondom, hogy a civilek támogatásából, és az, hogy főleg nem úgy, mint ugye az átkosban, hogy egyszer itt előjött egy mondat, mi nem akarunk beleszólni. Mindenki döntse el az ott csoporton belül, hogy mivel foglalkozik, ha ők ezt vállalták. És anyagilag kimagaslóan támogatunk mindenkit. És ha egyszer is jöttek volna hozzánk, és az lenne a kérdés, hogy figyelj, jöttünk, mert amit meg tudunk tenni, hogy mit tudom, bármi, és el lettek volna utasítva bárki is, akkor azt mondom, jogos a kritika. De nem. És jogát volna a 2016-ban. Bocsánat, hogy mennyire nem pénzkérdés. Mondok egy példát. Ezt a megbeszélést nem csütörtöki napra kellett volna tenni, mert máma körülbelül 100 embernek, azaz 100 családnak változtattuk meg a programját azzal, hogy ide, ebbe az időben van ez a rendezvény. Nem, Miska már sem mondja meg, mi ez a 100 család, vagy csak úgy mondunk valamit? Hát vannak a zumbások, több mint 50-en. Zumbások, ők megértik, tehát nem más nevébe. Nem más nevébe, tehát mindenki a maga nevébe beszél. És van a táncegyüttes, az is legalább
Én ha most fölhívom a zumbásokat, és azt mondják, Attila, bármikor csak szóljatok, át tudjuk tenni. Mert ilyen nem minden nap van azért. Nehogy már az önkormányzat kikerüljön a saját kultúrházába, és nem tartat meg egy lakossági fórumot. Azért nehogy már itt tartsunk. Hát nem itt, csak... Hát Miskabá azt mondja. Csak, hát, igen, hogy felháborítva tartja, hogy mi ide jöttünk. Mi csütörtökönként szoktuk a testületi ülést tartani, amióta világ a világ. Ennyi. Jó, szóval nem értjük egy majd... De építhetünk még egy kultúrházat, ahová majd mi elvonulhatunk, mert mi egy évben egyszer tartunk egy ilyen rendezvényt. Én szerintem nem jogos a kritika, és ez a véleményem. És támogatjuk a civileket. Véletlenül sem volt, régebben emlékszem azért, ez egy ilyen 1 millió, vagy az alatt volt évente. Nem a pénzről van szó, nem pénzről van szó. Én ezt tudom, Miskabá, ingyen, holnap fölveszünk Miskabá, ingyen, nyugodtan jöjjön, és azt csinál, ott szervezi a programokat. Mondok én valamit, a szüreti, a halfőző versenyt, annak idején egy 21 néhány tagból álló önkéntes csapat szervezte. Mindenki, hogy mondjam, grátis, lelkesedésből. Hová lettek ezek az emberek? Na, egy-két gondolatot. Az első halfőző verseny az 1992-ben volt. Akkor volt az első hazaváró is. A Szabadi Miska bácsival karácsonykor, karácsony követően leültünk az asztalhoz, és kiket lehet meghívni, a címeket felkutatni. Ebben a kultúrházban háromszor asztal volt teli, akik elszármazottak, eljöttek külföldről, Pécsről, az ország különböző részeiről. Tehát több mint 3 hónapig. Akkor ott volt az Aratónak. A Miska bácsival lerendeztük. Ha valaki megnézi a Siagári tévében, mi volt ott? Az volt az első az országból, közvetítette a Duna Televízió, azóta a szomszéd települések rendezik, a gárdnak. Így van. Ezt a Balatonban az Aratóversenyt is itt rendeztük meg először. Én voltam nemzetközi Aratóversenyen, én vittem saját kocsival a csapatomat, 58 csapat volt, és nem volt szégyenkezni való. Élen megjöttünk haza. De ezt meg kellett szervezni. Ugye az Aratónapot is, amikor végigmentünk, vagy amikor volt a második világháborús emlékmiavatása. Ha valaki végignézi ezt a filmet, akkor megnézheti, hogy milyen összefogás volt. Nem pénz kérdése volt, csupán szervezés kérdése. A Miska bácsival ketten voltunk. De összeszedtük a csapatot. Ugyanúgy a nyugdíjas szervezet, nyugdíjas édekszövetség megalakításánál, engem keresett meg a megyei elnök, akit már korábban ismertem, hogy ki lehetne megkérni, hogy szervezze meg, hogy mozgósítsa a csapatot. Megalakult. Azóta is működik. Tehát ez nem minden pénzkérdése, valahogy én azt mondom, mint a Miska bácsi is mondta, hozzáállás kérdése. De most én azt mondom, sokat változott Siogárd korosztálya, maga a népviselet is, pártoljuk a fiatalokat, de azért Siagárnak van egy olyan jellegzetes öltözéke, amit már lehet, hogy aki most ide jött, agárdi lakos, de van kis családja, lehet, hogy a ruha az, ami egy kicsit úgy visszatartja. Nem kis dolgok ám ezek. Már hadd mondjak valamit, és nem inkább nem is a tiédnére. Ugye is megvédve ezeket, ami működnek. Tehát vannak itt azért olyan körök, akik nem egyesületben mozognak, de ugyanúgy összeülnek, és tényleg pénz, és én mindegyiket becsülöm, ezeket a csoportokat, csapatokat, mit tudom én, baráti társas, nem tudom én nevezni, és ugyanúgy, amit a hagyományok háza, hogy üres. Fél évente új kiállítás van, ajánlom a figyelmébe Miskabá, ők is ingyen dolgoznak ezért, hogy fél évente összeállítsanak egy kiállítást.
Ezt az ő nevükben is azért kikérem, mert ők dolgoznak ezzel, és nem kérnek, egyetlen kérnek, amikor ne találtánk kell még egy babát, mert nincsen. Na ugye, hogy nem pénzkérdés. Ugye? És mégis működik. Látja, Miska bár? Hát amikor volt a társadalmi halfőző verseny, hárman voltunk, a Ferenc Lili, Fardi Varga és én. Tehát mi indítottuk ezt akkor 92-ben. És utána felszaporodott az érdeklődés is, értek az emberek. Erről, tudod, erről beszéltünk mi is elég sokat, hogy ugye a 25. év lesz most. Hogy egy rendezvény 25 éve ezelőtt kimagas, tehát ez így volt. Ugye 10 éve ezelőtt, mint minden, nem csak Siorgárdon, ugye mindenhol lett már rendezvény. Most már mindenhol van minden rendezvény. Már az utolsó faluban is van 4 rendezvény egy évben. És ugye az érdeklődés már elcsomag, mert most egy hétvégén is az csökken magába, azon kívül, hogy nem az, hogy most máshonnan jöjjön ide, magába az embereknek a kedve is csökken, mert ugye manapság már megtelt sok minden, nem biztos, hogy én kimegyek egy falunapra, vagy elmegyek egy halásznépre. Hát nem magamról beszélek, hanem ugye az embereknek más lett az érdeklődési köre, mert elmegyek inkább Prágába, sőt, most mondta egy kérdés. Változik a... Összejöjjön a baráti társaság, és... Hát a leányvári, amiről beszélünk, ez nagyon fontos, tehát a leányvári halászni főző, ugye, mivel már nem minden pincébe járnak, tehát nagyon kevesen szoktak már kijárni a pincékhez, ezért ez is befolyásolja, hogy kevesebb a lehetőség. Például, ahogy előjött a Hímzés Múzeum, ugye a Verában mostában beszélünk, persze, hogy nem kell pénz, csak a szegény azt mondta, hogy figyelj, most nem segítettek, és folyik befelé a víz, akkor vagy elburul ez a ház, vagy én elviszem az összeset, és nem lesz kiállítás. Mi van? Pénz nélkül persze majd imádkozunk, hogy ne essen az eső. Igenis, meg kell csinálni, hogy azt a kiállító terembe, ami megint nem lesz 200 000 forint. Tehát a tetőről jövő, vagy a domboldalról jövő ömlik be a kiállító termébe. És ő önkéntesen, és nagyon sok munkát beletett ebbe, így kénytelen leszünk biztos, hogy megcsinálni, hogy ezt a szigetben, nem tudom, majd a szakemberek megmondják. Persze, hogy nem kell pénz, semmi ez se. Tehát ezt azért így határozottan nem jelenteném ki. Valamihez kell, az emberi dolgokhoz hál' Istennek, nem? És hál' Istennek azért az emberek azért úgy is állnak hozzá. Mert itt lakunk, tehát mert... Ugye ez nem is lehet kérdés. Tehát összetett dolog az ilyen kérdés. Tehát ami van, és emberek jönnek, bárki az, amit most előhoztunk Zumbát, ez se úgy indult, hogy most, hanem jöttek, lehet, persze lehet, tehát mi kell hozzá, mit biztosítsunk, hát kellene egy, akkor figyeljetek, osztunk, szorzunk, hová fértek be, és ez így működik, mi ennyit tudunk tenni, de azért ne gondolja senki, hogy az önkormányzat bázumbázni. Ez nem a mi feladatunk. Nekünk biztosítani kell a lehetőséget, amennyire tudjuk, a többi az embereken múlik. Jó? Más valami? Miska bár? Kérdés, itt a szomszédban milyen építési tervek vannak? Tervek milyen szempontból? Hát mert miért hallottam, hogy állítólag szabadtéri színpad épül meg? Hát ha ilyet hallott, ilyen nincsen. Tehát ilyenről szó nincs. Ez egy ugye a keresztben lévő, ami istálló, vagy nem tudom, mezőgazdaság épület, ami ott itt, ahogy kinézt, pajta, ugye az lesz felújítva, tehát egy zártá lesz téve, le lesz sziget, meg a tető, meg minden ugye az fel lett újítva, és a központi... Ugye már egyszer már lebontottuk ezeket a góré, meg ami volt, tehát és most le lesz térkövezve egy jó része, tehát itt a két épület közti rész is, lent is lesz térkő, és be lesz füvesítve, fásítva. Tehát, hogy egy ilyen központ, tehát magában a kettőt, a civil házat és a hagyományok ház, a kultúrház egységet, amit most a István Emendel mondjuk, ezt oda vágna azt, hogy ezt egy helyrajzi számmal is kellene, most már előbb-utóbb erre is kellene időt fordítanom. Ez lenne az ilyen kulturális
központ. Tehát lenne szabad, ha kint akár egy falunapot meg lehet tartani, ugye erre lenne. Tehát nem, ez így alakulna. És akkor megvan a kultúrházunk föl, van egy jó udvarunk, ahol szóval a nyáron vagy jó időben ki lehet menni, minden meg víz van, WC-k vannak, zárt hely. Még lesz egy zárt hely, ahol netán valakinek még igénye lesz valamilyen programjára, és akkor tudunk biztosítani, mert oda be lehet, bár még a fűtés nincs megoldva, de jó időben az ugye használható lesz, és akkor ennyi. Tehát szabadtéri színpadnál az szerintem luxus lenne, mert egy szabadtéri színpad az olyan 6 és 10 millió forint közt van, egy normális, tehát úgyhogy van rá egy tető is, és az, hogy itt álljon, és mit tudom én, 5-ször rámenjünk, azt nem tartom, inkább majd bérlünk, amikor kell. De helye lesz, hogy bármikor, hát ugyanúgy, ahogy kinn a Leányvárban, vagy a tájháznál is a földre le lehet azt a színpadot. Tehát állandó színpadot nem lesz, tehát, vagy nem is volt tervezve. Más? Terike. Eddig a szórakozásról és a művelődésről beszéltünk. Nekem lenne egy felvetésem, ami ma érkezett el hozzám, hogy vessem fel ezen a közmeghallgatáson. Nagyon sok nehéz sorsú ember is él itt ebbe a faluba, akire hát egy kicsit jobban kellene figyelnünk, hogy tudnánk-e találni olyan helyet az önkormányzat területén valahol, ahol megoldható lenne, hogy kialakításra kerüljön egy mosdó WC zuhany mosógéppel. Erre igény lenne, mert azért kapásból fel lehetne sorolni minimum 10 olyan embert, vagy családot, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, akinél nincs a higiéniai problémák vannak, és hogy ne kelljen szégyelniük magukat azt, hogy hét meghatározott napján az ott nyitva van, bemehet oda, berakhatja a mosógépbe a ruháját, ki tudja mosni, tisztálkodni tud. Biztos, hogy lehetne erre pályázni is valamilyen módon, nem tudom, hogy hogyan, mert tudom, hogy Tamásiban vannak is ilyen nehéz sorsú embereknek ilyen kialakított hely. Nem tudom, hogy azon gondolkodok már, hogy futtatom, hogy merre lehet fizikailag. Igen, tehát hogy erről azért fontos lenne erre gondolni, és talán ezeket az embereket egy kicsit felkarolni, mert ma így a 21. században azért egy lavor vízbe tisztálkodni, meg mosni, meg szóval sokunkban. Szerintem jó, erről beszéljünk, és gondolkodjunk el ezen, mert a témát érthető, tehát jó, hogy miért jött. Tehát nem akarom én ezt jobban részletezni, tehát ez így. És ez tipikus olyan, hogy ugye most itt, mint a színházban, hogy itt ülünk, és akkor ugye ugyanígy beszélgetünk azért testületén, és ugyanígy jönnek ugye a tovább gondolása, csak az, hogy csak azért, hogy én se felejtsem el, tehát hogy pont ez, hogy vannak olyanok is, hogy van nálunk ez a szociális étkezés, hiába csak annyi, de 22 nappal az már 10 000 nagyságrend, hogy ott is kellene valamit a szociális szabályozás, hogy ingyen, tehát hogy valami, tehát hogy van olyan, aki még azt se tudja kifejezni, én ezen mindegy, de persze, hát sajnos akinek az élete úgy, akkor még jobban úgy szokott lenni, hogy belerúg az élet még egyet, sajnos. Tehát. Igen, ne hagyjuk ezeket az embereket teljesen elveszni, tehát gondoljunk erre is, hogy ha van olyan pályázat, nem tudom.
Hát vagy lesz vagy előhelyet, és akkor van a könyv, mert akkor... most egy mosógép 100, zuhany kialakítta, most nem akarunk, ugye, biztos 200. Nem, hát nyilván, hogy olyat kell kialakítani, ami könnyen fertőtleníthető, tisztán így tartható, van, az nem egy olyan nagy a helység, össze. A helység, hogy hol legyen. A helység, hogy hol legyen. Ja. Jó, hogy azt téren is tudjon üzemelni, tehát egy olyan. Igen. Na hát vannak feladatok, tehát... Köszönöm. Ha valaki, más valaki, ha nincs, de mondjad. Még előbb a Bornak képviselő említette, takarékszövetkezetek megszűnését. Hát bizony, mondjuk itt is Agárdon is elég gond ez, mert ugye eddig az volt a jelszó, mindig azt mondták, a takarékszövetkezet az a vidékban megy. Hát most meg látszik, hogy a bankot lassan elviszik, már van arra is vitték. Ez elég komoly gondot is jelent, meghatározott napokon. Már van, aki 11 órakor vagy 12 órakor már 100. befizető volt. Tehát akár pénzt kivenni vagy befizetni, ez egy kicsit furcsa. És említette a Pisti az agrárkamarai díjat. Hát aki még abban nem volt, az nem tudja. Én ezt a cipőt, ezt a utat végigjártam. Egy az a városi önkormányzatnál be kellett jelentkezni, az már 2000 forint. Agrárkamarai tagsági díj évre, az is volt 2000 forint. Ha őstermelői igazolványt veszek, váltok, ott már asztalbérletet lehet foglalni, évi 40.000 forint. Az asztal bérlet. Ha oda megyek a piacra, akkor kifizetem a 40.000 forint helypénzt. Ugyanakkor, ha parkolni akarok, nincs parkolási lehetőség, mert el kellett mennem a közös parkolóba, de most már az is fizető. Mindenhol fizető parkoló, és a piacra is 250 forinttól kezdődik. Hát ha én most vidékről, nem csak én, tehát egy falusi ember, aki azért dolgozik a kis kertjében, hogy oda bevigye, érdemesen dolgozni. Kinek? Én mondtam egy szociális képviselőnek, ő nem mondok nevet, hanem ide figyelj. Hát nem szégyelli magát a város, hogy ez a pénz váltja meg a város költségvetését. A parkolástól az asztalbérlet érdemes dolgozni. Legjobb nyakkendőt kötni, íróasztal mellé, és nem csinálok semmit. De ezt nem látom, de tudom. De erre azt, hogy... Ezért akarunk megszabadulni a tervet. Hál' Istennek olyan színes a testületünk, hogy itt aztán vannak ám a mezőgazdaságban két szakemberünk is, akik meg kamarai kérdésekben nyugodtan fordul, ez bár nem ennek a mai napnak a központi témája, mert ebben az önkormányzat nem tud, de itt vannak az urak, őket nyugodtan kérdezik, tudnak segíteni, biztos, hogy így van. Azt, amit akartam mondani, arra akartam még egyet válaszolni, hogy a bank, ugye, amit az István is mondott, ugye, ahogy felvetettük, és neki akartuk ennek az ATM kérdésnek menni, úgy lepatt, nem a vidék bankja, mert fogalmunk sincsen, hogy a takarék kinek a bankja, hogy nem a vidéki, az már látszik, ezt ebbe egyet tudunk szerintem érteni, de az, hogy egy ATM-et, hogy rakjanak ide. Ugye volt egy ilyen, hogy rakunk éves, vagy havi szinte 70.000, ez volt az első. Akkor, hogy... Utána döntöttünk, amikor ugye kiderült, hogy teljesen ez a két napra szűkül le a takaré. Jó, mindegy, hogy mennyi, kifizetjük azt is. Mi lett? Mint ha a falnak beszélnénk. Még az se, hogy most nem 70, hanem 150, vagy legalább még egy ellenajánlatot sem mondanak, pedig határoztunk, testületi határozatot hoztunk.
Tehát, hogy elküldtük neki, hogy legyetek szívesek, már bezártátok 2 napra. Most, amit intézünk, vagy még nincsen vége, hogy ugye az önkormányzathoz, vagy tetetünk be, vagy ilyen ezt a, mint a boltokban is van, tudod, hogy kártyával tud, hogy legalább a kaját, azt kell, az adókat kell nekünk fizetni. Még mit kell nekünk fizetni? Ezek, nem? Igen. Tehát, hogy akkor ne kelljen azt, ugye vagyunk hétfőtől péntekig, aki akarja bejönni, és akkor legalább nem kell a takarékra, hogy onnan majd átutalom. Valaki még szeretne kérdést? Ja, János, átadom. Takarékbankkal kapcsolatban ugye az ügyvezető igazgató nyilatkozott, hogy melyik fiókok lesznek fölújítva, és ebbe benne van Siagárd is. Tehát a siagárdi fiókot ebbe az évbe felújítják. Mit jelent ez? Ez 2 dolgot jelent. Az egyik az, hogy megmarad ez a fiók. Másik az, hogy fölöltöztetik a mennyasszonyt, mielőtt el akarják adni. Ez majd később ki fog derülni, ezt mi úgyse tudjuk, mert hát nem a mi dolgunk ez, vagy nem a mi feladatunk, nincs is hatáskörünk ebben. A közművelődéssel kapcsolatosan szeretném mondani, hogy most már az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok többé-kevésbé jó állapotba kerültek. Nyilván mindig akad valamilyen ingatlan, amire még nem került sor, amire lehetne költeni, de ahogy a polgármester úr mondta, itt egy elég jó ütemes felújítás zajlik, amin elhatározott lépésekkel hajtja végre az önkormányzat. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a civil szervezeteknek egyre inkább tudunk segítséget nyújtani olyan tekintetben, hogy legyen otthonuk, idézőjelbe téve. Tehát legyen egy olyan hely, ahol össze tudnak jönni, akár az asszonyklub, akár a nyugdíjasok, vagy nem tudom én, még itt lehetne sorolni hosszan ezeket a civil szervezeteket. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a körülmények megteremtődtek. Igaza van a Szabadi úrnak abban, hogy kellene az emberekkel foglalkozni, de én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik több 10 évvel ezelőtt segítettek a közösségi programok szervezésében, azokból az emberekből még nagyon sok megvan. És ezek az emberek, legalábbis akiket én ismerek, ezek olyan emberek, hogy az első hívó szóra ismét jönnek. Tehát most eljutottunk már oda, és most én a önkormányzatról, a képviselőtestületről beszélek, eljutottunk oda, hogy még hatékonyabban tudunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, és még inkább tudjuk segíteni azt, hogy a közösségi élet felpesdüljön Siagárdon. Hogy azok az emberek, akik ide költöztek, és nincs igazán kapcsolódásuk Siagárdhoz, nem tudják, mit jelent siagárdinak lenni, hogy azok is megtudják ezeket a dolgokat. Nyilván ez a következő időszak megoldandó feladata lesz. Tehát ahogy én itt körülnézek, akik itt ülnek, ők valamennyien ezek közé, a segítségek közé tartoznak, tehát biztos, hogy számíthatunk rájuk, ha ez éles helyzetbe kerül. Köszönöm szépen. Így van, amit a János is mondott, különben, tehát, hogy összességben megvan az ütem. Tehát, ha van hely, ha van hová leülni, az már egy jó lépés. Ha van ki, aki le akar odaülni, már kezd alakulni. De az, hogyha ezt kicsit meg kell segíteni, azt is meg lehet ugye ezt oldani, és ugye erre majd a jövőbe kell biztos, hogy nagyobb hangsúlyt fektetni, meg már kell majd csoportosítani a gondolkodást is. Mindent meg lehet, csak ne sérüljön már az elért dolog, én azt mondom. Azért sok mindenben, azért sokkal előbbrébb vagyunk. És azért a falunak a nagyon nagy véleménye, azt én kimerem jelenteni, mert én a beköltözők nagy részét én nagyon jól ismerem, az én korosztályom. Hol vannak? Miért nincsenek itt?
Miska bátyám, Miska bár ráér, a másik meg azon gondolkodik, hogy a csekkét miből fizeti ki, vagy a gyerek most hányos hozott haza. Neki az fontos, ennyi a különbség, csak generáció különbség van. Mi mások vagyunk, mások. Van megvan a saját életünk, és én most nem mint polgármester, hanem ennek a generációnak a képviselőjeként mondom. És semmi politikai háttért ne gondoljon senki, nem azért akarok ebbe, hanem ugye másképp éljük az életünket. Mi nekünk azért pörgősebb, megyünk, nincsen, tehát nem úgy van, hogy majd mindegy, hogy holnap hogy kellünk, itt felelősség helyen dolgozik szerintem Siogádon nagyon sokan, ahol tiszta fejjel kell másnap ott lenni, és nem csak úgy, hogy bemegyünk, és nézegettünk ki az ablakon, hanem végigdolgozzák, igen, ezek ahogy más is, nem azt mondom, hogy az idősebb, vagy a fiatalabb, nem, tehát más, és örülnek, ha hazaérnek, este 5-re, 6-ra otthon van a család, és egy kicsit együtt vannak, mert holnap ugyanúgy föl kell kelni, és menni, és végre szombat van, végre le tudunk ülni, letalántán, vagy valahol még szombat, se csak vasárnap, és ennyi a szabad időnk, tehát, és az még azt azért a családdal, más lett a világ sajnos. Tehát ugyanúgy, amit én sem tudok majd a mostani 20 évestről, ami lehet, hogy nekem kiakasztó lenne, mert ők is másképp fognak élni. Tehát mi is mondjuk, ugye, hogy szoktuk mondani, a mai gyerekek, hát pedig mi sem vagyunk még azért annyira idősek, de ők is másképp élnek. Más lesz az ő életük, de ezt meg kell érteni. Tehát ez változik, más minden. Fölpörgött az idő, vagy most már ezt csak így mondom, tehát inkább barátilag. Tehát én meg kell érteni, hogy minket azért nehezebb, tehát 1-2 órája van az embernek, ha nagyon akarja, nem biztos, hogy összekapcsolódik az a közösségnek a gondolatával. Lehet, hogy jobb a barátokkal, másokkal, vagy így, nem tudom. Tehát ezt szerintem csak az nem érti, aki nem akarja. Én szerintem, mert mindenkinek van ugye ebbe a korosztályba is, és akkor mondom még az alattunk levőkről, ne is beszéljünk, mert azokat meg én se értem meg, tehát azok már megint egy újabb generáció lesz szerintem, nem? Tehát. És tiszteljük mindenkit, tehát semmi rosszat nem akartam ezzel. Csak megvédeni egy kicsit a mi korosztályunkat. Jó? Hát, én ebben élek, Miska, bár higgyel, hogy nálam jobban... Más faluban mérnék. Tessék. Más faluban rengeteg példa van arra, hogy a fiatalok benne vannak a közéletben. Lehet, hogy nem kell kizárni őket. Hát én erre tudnám ám mondani a másik oldalát is. De mondjuk nem testületi, vagy nem közmeghallgatás gyanánt, én erről el tudnék beszélgetni, mert ez egy fontos mondat volt mondjuk, amit mondtam különben. A partvonalon kívülről is lehet beszélni, tehát, hogy miért vagyunk a partvonalon kívül. Tehát ennyi. Jó? Akkor köszönöm mindenkinek, ha nincs más, és örülök, mert tényleg tartalmas és mondatok is voltak, meg azért jókat beszélgettünk, mert tényleg... ha így már szinte családiasan itt összejöttünk. Sokan meg fogják nézni, mert érdekli őket, csak nem értek rá. Én tudom, tehát nagyon sok a visszajelzés. Nézik el a mi testületi ülésünket is kívülről. Tehát mondják, még a mondatokat is visszatudják. Hát mondom, én nem emlékszem annyira, de visszamondják. Igen. És ez is egy előrelépés, ugye azért most megnézhetjük a Siogádi tévét, már hol tartunk. Hát emlékszem, én 3-4 éve ezelőtt nem hallom, főkül erősít, ez volt, nem? Most meg hol tartunk? Tehát azért változik sok minden. Igen. Jó, akkor köszönöm szépen, és mindenkinek jó hétvégét!